Májusban minden szombaton a Szerencse Szombatban vendégeskedik Kollányi Zsuzsi. Az énekesnő élete most elsősorban Iker fiairól szól, hozzájuk igazítva készül nyári fellépéseire is. Zsuzsit idei terveiről és a szerencséről is megkérdeztük. Az elmúlt időszakom legnagyobb részt a gyermekeimmel telt, ugye ők most lesznek 9 hónaposak, és nagyon-nagyon szeretem a mindennapjainkat, mert hogy minden nap vannak olyan új dolgok, amiket tudnak, meg olyan képességek, amiket megtanulnak, és jó érzés őket nézni, meg nagyon sok szeretetet kapok tőlük. Meg hát ugye rengeteg saját projekttel jöttem ki, rengeteg új dallal, meg még készülök is ebben az évben több dologgal, úgyhogy nagyon-nagyon inspiráló időszak ez nekem. Én nagyon-nagyon szerencsésnek tartom magam. Alapvetően a nyilast egyébként szerencsés jegynek tartják, és én ezt érzem is egyébként a mindennapjaimban is, meg az életemben is. Tehát nekem nagyon nehéz gyerekkorom volt, meg nagyon nehezen kezdődött az életem, és én azt látom, hogy amit valaha szerettem volna, meg amire valaha vágytam, azokat a dolgokat én mindig megkapom az élettől valamilyen formában, és ez abszolút igaz a családomra is egyébként. Nagyon minden nap szerencsésnek érzem magam, hogy van végre családunk.